papá, becsaptam a hajtót. Oh, nem gosh, volt. Ó, oh, gosh! Kályé? Kérek szépen egy kályé. Figyelj, másfél órája felkeltem, és másfél órája csak a cuccaimat keresem. Nem találtam a ruhám, a táskám, a cipőm, a fürdőruhám. Hello! Hello! Hova megyünk ma, elmondod neki? De tóra. Dukkel tóra, igaz? És mik úsznak a tóba? Hablá. Megzsópikák. Megzsópikák. Na, ezeket a Katika-féle kávékat már ismeritek. Szerintem ez a harmadik, amit megiszok egy vlogban. Valamikor kezdtem is te kávét. Megesem. Zsófi, megkalapok. Ajajajajaj. Hello. Hello, Zsófi. Hello. Én ezt csak kiálmény ma. Így. Na. Elkötöttük a Kata autóját, mert nagyon nincsen kabrióidő. Reggel 10 óra van és 32 fok. Pedig te nagyon szereted a micit, igaz? Igen. Azt szeretem a legjobban. A micit? Az én autómat? Igen. Inkább megvárok mindenkit, mert nem tudom, hogy egy 1.4-es benzinnek mennyire tudom oda nyomni 1-esbe és így kifordulni vele. Mert a micivel ugye az 1.9-es dízel. Annak oda nyomok, az megy. De ez egy picit más, úgyhogy óvatosan vezetni, ez nagyon jó. Nem szabad összetörni. Hát nem szabad összetörni, de én ez nagyon... Szabad-e, Petike, minden autót tud vezetni. Tényleg? Egyszerűen mind. Oké, srácok, na megérkeztünk a tóra a Zsófival. És jajjaj, vlogolás meg babakocsi egy kicsit nehéz. És most keresünk egy helyet, ahova letelepedhetünk, amúgy így néz ki. Én valami árnyékos helyre gondoltam, de te is arra gondoltál? De abban már nincs nagyon sok. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me, blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to egyszer, képzeld el. De még akarsz velem is semmit? Veled akarok itt lenni igazán. Minden nap? Minden nap. I love you. I love you, baby. Én már bekenekedtem ezzel a naptejjel, most ez a legújabb kedvencem. Ettől ilyen tiszta csillogós a fürdőruhám, mert csillámpor van benne, bekened a hátam, légy szíves. Köszi. Kend be alaposan. Még a fürdőruhád alatt. Nem baj. Minden szép volt, amikor kicsi volt az a táska. Igen, ezt tőlem örökölted meg. És én is ilyen pici voltam, és mindenhova vittem magammal, képzeld el. Most már nekem ott. És most meg már a tiéd, ugyanúgy, mint a szépítkező asztalod otthon, azt is tőlem örökölted. Melyiket szereted jobban, ezt vagy a szépítkező asztalodat? A szépítkező asztalomat, meg ezt. Azt is? Mind a kettőt. Jaj, de jó! Én bekenem, ha szeretnéd. Bekened az arcom? Igen. Bekened nekem, kérlek. Köszönöm. You cut me loose and set me free. You make me wild every way. You show me how to spread my wings.
egy gyerek, amelyik még nem volt tóban. Ez mi? Fogd meg, kínál, vagy mi? Nem tudom, hogy hívják, vízinövény. Ott vannak ilyen csúszdák. Arra még próbálom rávenni a Zsófit. De te nem akarsz? Lehet, hogy ahhoz a csúszdához még a Zsófi kicsit, de majd jövőre. Innen ugrálnak a fiúk rögtön mellőlünk, úgyhogy ezt mi nézzük, mint egy tévéműsort. Innen ezt is nem szok. Nem akarok ugrani. Akarjuk, hogy ide jöjjenek a sárlányok, és majd ide csalogassa őket. Így van. Ott lehet végbordozni, nem tudom, hogy látjátok-e. Oh my goodness. Láttad, hogy mekkorát ugrott a fiú? Arra talán a vízi játszóházra rá tudom venni a Zsófit, hogy azt kipróbáljuk. Annyira meleg a víz! Na, pancsiztunk egy kört, és most meg is éheztünk, igazából nem tudom, hogy mennyi az idő. Lehet, hogy csak a víztől éheztünk meg, és igazából kb. 11 óra van. Nem tudom, majd kiderül. Zsófi az itt hűssel, és megpróbálunk olyan sajtburgert venni, aminek nincsen szezám maga tetején. Kihívás elfogadva, mert Zsófika nem szereti a szezámmagot. Na, próbáljuk meg. Találtunk egy helyet, ahol van sajtburger. Én pedig szerintem hekket, hekket fogok enni, így igaz. Halacskát a pocakomba. Találkoztam két Innes Family tagban. Hogy jöttetek? Imola. Én Hanna. Iratkoztatok a Innesre. Köszi! Ti is itt tettek? Mhm. Akkor majd még találkozunk. Sziasztok! Jajjaj! Már is enni? 27-es? Jó hallottam? Az a miénk? Na gyere! Hol vagy Zsófi? Hova bújtál? Meg vagy! Gyere, itt a hammánk. Itt a sajtburgered, sőt krumpli, meg Ineznek egy halacska. Én is kérlek majonéz. Az a tied? Ide rakjuk a krumplihoz. Nem olyan meleg. Igen. Teljesen finom. Jó csütött neked a kata? Mondja, köszi kata. Még egy Innes Family tag, ahogy hívna téged? Eszter. Na, örülök, hogy itt vagy. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy hárman fogunk hammázni, igaz? Igen. Ti mit tesztek? Mit rendeltetek? Hát én sőt krumplit rendeltem, rántott sajtot. Tényleg? Igen. És a Zsófika, te mit rendeltél? Repülő, na, épp mint mondtam, találkoztam újabb Innes Family tagokkal, téged, akik nap Fruzsi. Örülök, Fruzsi. És ti is nézitek a videókat? És ti benne lehettek a videóba? Hi! Hello! Cuki bogarak! Csinálunk egy képet? Oké, tiéddel? Jó. Köszönöm! Nagyon szívesen! Köszönöm szépen! Sziasztok! Na, Zsófika eldöntötte, hogy szeretne mégiscsak jönni a vízi játszóházba, vagy mibe. Jó lesz? Úgy mi? Ehhez egy picit kicsik vagyunk még. Egy dolog hiányzott még, hogy teljes legyen a kép, ugye? Mi hiányzott még? Epres fagyi? Cheers! Egi! Oh my god! Sziasztok! Itt vagyok a Rukkától. Zsófival, gyere csak ide! Zsófival! És egyszer csak kiköszön rám az unokahúgom! Pedig nem is terveztük, hogy jöttök. Ez annyira vagány. Hajrá, Gréti! Hajrá, Gréti! Hajrá, Gréti!
Mondjon neki hajrá, Gréti! Hajrá, Gréti! Hajrá! Hajrá! Készen állsz? Megtapsolod majd? Hallóka! Hallóka, Gréti! Hallóka! Hajrá, Gréti! Úristen! Hajrá, Gréti! Tetszett az ugrás? Vigyázz a sűrűbe! Ugad! Megmutatom nektek, hogy néz ki két boldog gyerek. Figyeljetek! Ez az egyik. Ez meg a másik. Hú. Jó volt, Zsófi? Mi volt a legjobb? Amikor a Grétivel füröttünk? Na hát, nem fogok nektek hazudni, annyira stresszes voltam, amikor elindultam otthonról. Konkrétan, hát ennyire voltam attól, remegek az idegtől. Tényleg másfél órám reggel azzal ment el, hogy a cuccaimat kerestem. Tehát abban nem volt benne se smink, abban benne volt egy gyors tusolás, azon kívül semmi. Másfél óráig kerestem a cuccaimat, minden ellenem játszott, és komolyan mondom, elgondolkoztam, hogy el kell nekem ma indulnom otthonról, vagy ez egy jel, vagy nem tudom. De végül hála Istennek erőt vettem magamon, és elindultunk, ráadásul nem is a saját autómmal, és ilyen messze más autóját még soha nem is vezettem, szóval így recegtem konkrétan, még ide nem értünk. De megérte, igaz? De megérte, mert annyira jól éreztük magunkat, és tényleg, igaz? És tényleg miután megjöttek a nagynénimék az unokatesommal, utána meg aztán főleg így, Istenem, de jó. Annyira örültem, hogy összetalálkoztunk velük, én szuper jól éreztem magam, de tényleg. És Zsófika megmondta, hogy... Te is? És Zsófika megmondta, hogy hányat kell aludni, hogy jöjjünk megint? Egyet. Holnap is itt leszünk, úgyhogy találkozunk. Beütöttem a könyököm. Áó! Úristen. Olyan dugó van. Zsófi, nagyon sokat fogunk ülni a dugóba.